Rendőrségi helyszínen léskor készült fotók a támadás után. A férfi fényes nappal karácsony másnapján rontott rá a nőre a szekszárdi Béri Balog Ádám utcában, hogy miért azt nem lehet tudni. A földön fekvő áldozatnak a férje próbált segíteni. A két férfi dulakodni kezdett, majd a támadó megpróbált elmenekülni, de nem jutott messzire. A kollégáim 2 percen belül elfogták az elkövetőt, őt garázdaság és könnyűtesti sértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az utakon nyugodtan telt a karácsony, kisebb balesetek ugyan történtek, ám egyikben sem sérült meg senki. Mindösszesen 6 anyagi kárral járó baleset történt, tehát senki sem sérült meg Tolna megye útjain ebben a 3 napban az ünnepi időszakban. Letörött faágak és egy rosszul összerakott kályha adott munkát az ünnepek alatt a tűzoltóknak, ahogy évek óta idén sem okozott pusztítást kigyulladt adventi koszorú vagy karácsonyfa tűz. Beérik a sok-sok figyelmeztetésnek a gyümölcse, hiszen évről évre elmondjuk a lakosságnak, hogy ilyenkor karácsony táján mire figyeljenek oda, hogy megelőzzék a lakástüzeket, és szeretjük azt gondolni, azt hinni, hogy meg is fogadják a tanácsainkat, tehát ebben az évben sem történt lakástűz, karácsonyfa tűz miatt. Boros Brigitta, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt mondja, az emberek egyre jobban figyelnek arra, hogy ne vegyenek olyan eszközöket karácsonykor, amik tüzet tudnak okozni.